Sziasztok! Itt az elején még csevegtünk egy kicsit, most nem volt intro, mert egyszerű volt így belőni, felőni a streamet. Uh, itt van velem Laci, akit már ismerhettek. Sziasztok, hello. Remélem ismeritek már, remélem megnéztétek a videót uh, a beszélgetésünkről, és hogy ott említettük, hogy lehet, hogy csinálunk valamit közösen, beszéltünk erről és gondolkoztunk, hogy mit lehetne, és mondtam, hogy engem érdekel a Gimlet álló, mi lenne, hogyha egy kicsit bevezetne, hogy hogyan működik ez, mi is ez pontosan, hogy kell használni. Szóval most arra gondoltunk, hogy csinálunk olyan streameket, mert valószínűleg több alkalom lesz, amikor Laci megpróbál engem kiokosítani, én pedig mondanám, hogy teszem majd a hülyét, de lehet, <tosz> hogy néha nagyon jó lesz a, a színészi játékom. De a lényeg az, hogy ő megpróbálja átadni nekem a tudást, és mivel forog a kamera is megvan oszva a így nektek is, hogy miről szól ez az egész, és hogy kell elképzelni, hogyha valaki a gimbetájót szeretné mm. használni. Nagyjából ez a rövid történet. Aztán, hogyha kérdés van, akkor, akkor nyugodtan tegyétek fel, hogyha valamit nem értetek, szerintem én is fogok kérdezni nagyon sokat, de hogyha valakinek extra kérdése van, akkor nyugodtan lehet kérdezni, hogy mi, hogy működik, és miért jó ez, is úgy általánosságban. Uh -huh. Ha akkor a reggel van így nektek erőtök kérdezni, és figyelni. Jó. Na. Laci. Jó reggelt, szia. Jó reggelt, Timi. <laughs> én csináltam a Gimlet mappát. Nagyon jó, látom, látom már nagyon jól haladsz. <laughs> uh, igazából, uh, ja, tehát akár beszélhetnénk bevezetőket, meg akármiket, uh, de akár bele is ugorhatunk. Tehát uh, a cím az ugye az volt, hogy uh, mi megy a felhőbe? Uh, vagy <laughs> Költözünk a felhőbe. Költ költözünk a felhőbe. költözünk a felhőbe. Így van, így van. Uh, Oké, okay. hát ugye ez annyiból egy kicsit csal, hogy uh, nem tudom, hogy tényleg felmegyünk-e a felhőbe, tehát tényleg fogunk-e felhőszolgáltatót használni, vagy uh, valamit szimulálunk, uh, illetve hát nyilván a gimlethez majd egy Kubernetes kell, és akkor onnantól kezdve uh, beindul a menet, de hogy uh, esetleg van-e felhőszolgáltatós accountod, akarsz-e egyáltalán azokkal szórakozni, vagy valami lokális kubernetes indulunk? Van. Attól függ, hogy, hogy mi kell pontosan. Uh, ez már az első, mert ezzel nem, nem készültem. Első mert alkalomra nem kell. kell. Uh, nem feltétlenül. Tehát igazából el tudunk akár indulni úgy, hogy egy lokális Kubernetes-t fellövünk. Uh -huh. Vannak erre túlok, szerintem Mekand, Docker, Desktop működhet. Um, és akkor utána. Lesz Gimlet UI-od, lesz uh, GitOps alapú automatizáció, tehát lesz egy uh -huh. github gondolom használsz, és akkor lesz uh, GitHubon két repozitorit, és akkor, hogyha abba belemennek a, a leíró fájlok, -ok, ezek a YAML dolgok, akkor a clusteren uh -huh. is megjelenik. És akkor igazából lokálban nagyon sokat el tudunk érni. Nyilván, hogyha webhúkokról van szó meg minden, akkor egy picit... Uh, kényelmetlenné válik a dolog, használhatunk engrokot, vagy valamit, hogy, hogy azok is elérjenek a, a lokális uh -huh. példányunkhoz. És akkor a második, vagy harmadik alkalommal meg lehet, hogy átdobjuk ezt a cloudra, mert ugye már akkor minden benne van gitben, tehát elvileg egy command, és akkor mint a karácsonyfa így így kivilágik. Uh -huh. És mint a Starship kilövünk. Így van. <laughs> uh, igen, azt... Uh... Azt el kell mondanom, hogy egy kicsit asap dolog volt ez. Ugye múlt ja. héten lelőttük a, a, a T-projektet. Arról gondolkoztunk, hogy majd a T-projektet fejlőjük valahogy a Gimlette, ugye ezt, ezt még beszéltük. Viszont azt nem érdemes fellődni. azt inkább elásni kell most. Nem felfelé. Okay. Uh, a kontinentbe be is a föld alá. Igen, igen, lezárjuk, és akkor annyi volt. Uh, ugye én pénteken írtam rád, azt hiszem. Utána nem. engem letiltott az X. Ott kommunikálunk, Twitteren, X-en. Engem letiltott vasárnap a, 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 vagy szombat este a, a, az X, és tegnap értelek el. Uh, és hát küldtem üzenetet, csak nem küldte el. Nem tudtam, hogy azzal nem küldi el. Úgyhogy egy kicsit így uh, felkészületlenül uh, freestyle-ba fogjuk nyomni, uh, de köszi még egyszer, hogy ezt így bevállaltad. Uh, hogy egy hétvégé alatt így szóltam, hogy akkor hmm. kedden nyomjunk már valamit. Úgyhogy azért Kubeletezni, hogy akartam? Én lokálba akartam én is, ha? tehát hogy én is úgy gondoltam, illetve NK mondta, hogy igen, hogy lehetne lokál, mert akkor letölthető is, meg tudjuk mi is nézni. Így van, és így van. ez a videó felkerül majd Youtube-ra. Nem tudom, hogy mi lesz a végeredménye a kódnak, akkor azt felrakjuk valahova, vagy linkeljük, az is lehetséges, hogyha, hogyha olyan. De én most itt ilyen intern vagyok, úgyhogy én, én nem tudok jó, semmiről semmit. Teszem a hülyét. Akkor megérkezett a MacBook-ot, kicsomagoltad. Igen. <laughs> jó, nagyon jó kávé, ott van az asztalod mellett, a laptopod mellett. Jó, itt akkor. van a kislányom bögréjő bö <gül> szok. <gül> Szuper. Öm, nézd, akkor szerintem nézzük meg, hogy működik a Docker desktopod. Nézzük uh -huh. meg, hogy a Kubernetes-t el tudod-e rajta indítani. Meg legutoljára azt beszéltük, hogy a kubectl parancsokban mondjuk 2 3 négyet, 4 akár 25 is ismersz. Nyomjunk egy kubectl get nodes ot meg get pods ot csak hogy, csak hogy legyen valami gyors sikerélményünk, és akkor utána mehet a gimlet. Jó. Indul a docker. Jó. Jó, elindult. Mit csinálják? Hát figyelj, szerintem nyisd meg ezt a, ezt a GUI panel részét. Uh -huh. rákat, még, még talán van egy felkiáltó élet látok rajta, vagy nem tudom. Ja, persze. Az jó. Szerintem is Akkor jó. Na, nem a tetején van a dashboard, és akkor rákat meg Megvan, csak nem tudom, hogy mennyire akarom mutatni. Á, értem, jó, jó. Nem baj, nem szerintem semmi dolog nincsen itt, ami. Ne tudnának az emberek. Aha. Szerintem ott a, a settingsben lesz egy olyan rész, hogy Kubernetes. Na várja. Mm -hmm. Nem tudom, hogy az econ settings mit fog behozni. A, ah, a webet hozza be. É, igen, de ott volt ugye az a kis fogaskerék ikon. Ja, mm -hmm. a felkiáltó jelen, igen. Igen, Kubernetes, és akkor ott vagy inéből. Gondolom. Így van. Így van. Jó uh, viszont nagyon régi verzió. Igen. Hát figyelj, 1.29 jön ki most talán. igen. Én 1.25-nél lentebb nem vagyok. Tehát 1.22 az az szansos, hogy ott nagy gondok lesznek. Tehát ez ilyen két-három éves dolog. Az, az az update szerintem elfér ott. És akkor most jön a liftes is uh, És amúgy, amúgy, gyakran jársz erre? Mint Úgy dolgozol. Hát jó. Hmm. Elnézést. Ja, és semmi gond. Már ja, én, én még a meg... is. Mac, Mac is tegnap uh, frissítettem reggel. Hmm. És hát nem is tudom, mind voltam előtte, de le voltam maradva, vagy két verzióval. Nem, nem, nem most én, ott meket. én most a meket. Én meket, és, és megmondom őszintén, én, én docker ugye így virtuális gép nélkül tolom, tehát nem kell ez a Docker desktop. Uh -huh. Ugye Ubuntu-t használok, szóval nyilván kollégák ezt használják, meg időnként én is ránézek, de azért nekem is jó élmény lesz ez. Nem szoktam ezt használni igazából, ugye csak uh -huh. feltelepítem, és így lesz Docker, meg QS-en. Így van, így van. És amúgy ezt az első nem nagyon szoktam nézegetni. Uh -huh. Én se, de nem vagyok egy nagy docker mágus, úgyhogy mm. végfelhasználó jó vagyok. Tényleg. Mm. Remélem nem kell újraindítani indítani. Hát a képet. Nem a jó kérdés. Ha újra kell, akkor elindulunk egy 22-vel, jó? És aztán majd meglátjuk, mit történik. CLI. Geng megérkezett. Szia, Peti. Illetve én megmondom őszintén, én egy másik túlt használok, aminek az a neve, hogy K3D. Ez egy konténer alapú kis kubernetes, és hát ez a szokásos telepítő élmény, hogy curl, sudo, uh -huh. és, akkor, és akkor már meg is van, ha esetleg ez nagyon nem adná magát. De igen, update and restart, hát? A... Um, Figyelj, biztos, mit hogy... Fog, mit uram, fog restartolni? <laughs> a a Discordot vagy a De nagyon jó, mert ez így bemutatja, hogyha jön egy új internet a csapathoz, Igen. oda dobják egy mentornak, hogy na akkor vezess be, és akkor kezdődnek a gondok. Ez teljesen real life. <laughs> hát ez, ez nem akar update. Na figyelj, kilövöm. Jó. Hát de várjál, először update van, és utána restart. Tehát, hogy így kimarad az update. Félye kis előtte, úgyhogy igazából akkor csinál valamit, szerintem. Azt mondja, hogy 4-3-0-án vagyok. Igen, de az a 25 előtt van, ja. 22 verzióval. Ja, jó, jó. Nem, nem 30-as, jó van. Ne, nem, nem csak az nem. előbb még 22-t írt valahol. De az Ez az, az, az a, a, a Kubernetes, Kubernetes volt. Mm -hmm. Jó van, jó van. Megy ez, megy ez. Jó, jól adom a hülyét. Fénybe bekapcsolom. Apply and restart. Kérdezik közben, hogy ez a K3D olyas, mint a Minikube? Ö, igen és nem. Vagyis hát Manapság már igen, leginkább igen. <laughs> ugye a Minikube is úgy kezdte, mint, mint a Docker Desktop, hogy egy virtuális gépet indított el a, a gépeden. A K3D annyiban más, hogy, hogy konténerizálta maga a Kubernetes, tehát nem egy VM, és akkor nem kell beállítanod, hogy adsz neki három CPU-t, meg négy gigaramot, hanem ugye, hát főleg ugye Ubuntu-n megosztod a, a, a rendszerelő forrásokat. Tehát alapvetően igen, Egy gyors Kubernetes. Gyorsan hogyan kapsz Kubernetes laptopon. Uh -huh. Annyi Re most talán, hogy... Uh -huh. Mondját. Remélem Re most elbaszódik, bocsi az összes <gül> projektem. <gül> Utána napközben is szívjak. Hát figyelj, ilyen a tanácsadói élet. Sok projekt, sok szívás. <laughs> Jaj, na legalább szép szexi Igen, bocsi? Na, tehát annyi, hogy és a K3D még talán annyiban más, mint a Minikube, hogy ugye a K3D azt a K3S nevű Kubernetes disztribúciót használja, ami arról híres, hogy kihajítottak belőle, nem tudom, sok millió sor kódot, nem használ LTCD-t, tehát rendes SQL alapú adatbázis használ. Tehát az összes olyan dolgot, amire igazából úgy nincs szükséged se lokálisan, se edge-en azt azt kiütött, kidobták, és akkor van egy viszonylag lightweight kubernetes disztribúciót, kisebb memória és hasonló felhasználásokkal. Super. Jó. Oké, okay, és akkor a Kubernetes nem tudom be van-e kapcsolva. Az ez. Na most ez azért jó lesz jó teszt, mert egy 28 at meg én nem használtam még. De nyomjad. Nyugi, jólóban nyomjuk. Ja, így van, így van. Élőbe az interneten, mi baj lehet? Hát vannak, van sok segítőkész ember, aki ki tud segíteni minket majd. Egyszer elkezdtem lokába minikubozni, Mm. fel, fel, felcseszett. <gül> <Egy> <gül> Lassú volt, vagy mi volt a Hú, ne egyből arra akartam ráugrani. Aha, aha. És úgy, hogy, hogy nem nagyon olvastam utána, hogy mi, hogy működik. Tehát, hogy mm -hmm. túl, túlságosan előre szaladtam, maradjunk annyi. Aha, működően. aha. hát az a baj ezzel a Kubernetes ökoszisztémával, hogy el lehet, tehát el lehet veszni belőle, El lehet veszni. Főleg, hogyha kezdesz igazából olvasod a blogposztokat, meg, meg az akármiket. És akkor. Az, amiről a blogposztok beszélnek, az igazából nem is biztos, hogy kell neked talán soha. Uh -huh. hanem ugye van egy. van egy van egy alap set, amivel el tudsz indulni, és, és nem kell a, a legfényesebb és legújabb dolgokkal dolgoznod. Tehát egy, egy igen, majd majd szerintem látni fogod, hogy hogyha olvasod, hogy mi megy az ökoszisztémában, mi a, mi a téma, meg mi az, amit nap mint nap használnak az emberek, azért van egy nagy, nagy gap. Aha. Hát ez, ez sokszor akkor... így van. Igen, igen, mert ugye azért a Kubernetes eléggé olyan, hogy külső segítséget veszel igénybe, és akkor ez a komplexitás ez ez, ez jól eladja ezeket a mind túlokat, mind pedig a, a tanácsadó cégeket, hogy Kubernetes nehéz, velünk könnyű, és akkor... Ágyúval is... velé, verébre. Ágyúval verébre, igen. Szóval emiatt is, igen, meg most már kezd azért megérni a piac, szerintem kezdenek megjelenni azok a túlok, vagy ugye eszközök, amik, amik mindenkinél megvannak, megvan mi az, ami, ami kor, és mi az, ami, ami nem annyira. Tehát uh -huh. szerintem most már eljutunk oda, hogy... Most kezd egy kicsit unalmasabbá válni a dolog, ami alapvetően segíti szerintem a azt, hogy ezek a best uh -huh. practice, ek ezek, ezek ténylegesen megjelenjenek, és úgy, hát úgy, mint a WordPress, nem, nem, vagy nem tudom, hogy úgy, mint a WordPress-e, de hogy, hogy ugye az már egy régi technológia, és akkor Aha. azért van egy alap. Elmész vpn re vagy akárhova, és akkor csinálod. ja. ja. Sziasztok, jó reggelt! Senki nem maradt lesz semmiről, átdételtük a docker és a kubernetes uh, Igazából ebből is látszik kettőnk között a különbség. Én belevágtam volna, úgyhogy van nem tudom hány verzió eltérés a két rendszer között. Uh, de így jó lesz most már. És hát még így is van, mert ugye 20, na, nem 28-as van, de hát majd meglátjuk. Szerintem 26-ot vagy 27-et használok lokálisan, de, de hát nem volt. Ilyenre nem adunk. Toljuk, így, van. így Ke van. Kell egy kis izgalom az életünkbe. Jó. Autális és akkor az el... élmény. Abszolút. <laughs> Igen. De és akkor ki kéne találnunk, hogy fut-e ez a cluster, illetve eléred-e. Azt gondolnám, hogy a Docker Desktop neked most mindent beállított, és azt írott, hogy kubectl get nodes. Mm. Szóval. Nem, nem, szó közel, tehát a ja, get az, 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 Így van. Nagyon jó. Ez egy másik Cube Kubernetes, egy 1.21-es. Talán még a mini cube Az lehet. Hát. hát remélem nincs benne ö, nagyon fontos dolog, de azt gondolom, hogy ha két-három éve ez ott fut, akkor, akkor valószínűleg nem az. Ez igen, igen, igen. Es esetleg egy minikűb parancsot kiadsz, és akkor ott ki fogja listázni, és hogy hogyan tudjuk majd de ugye a klasztereket talán föntebb Igen, ez a um, státusz. cube státusz. Fú. Van baj? É, nem, nem tudom, az az igazság. Nem tudom, az az igazság, hogy van-e baj. Öm, abba sem vagyok biztos, hogy az, amit láttunk Kubernetes, az ez a Kubernetes. Figyelj, nézzük meg a stoppot, itt írja. Jó, nézzük meg. IP. Pi, pi, di, 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 di. És hogyha most lefuttasz ugye egy get node-ot megint, akkor hát még mindig elér valamit. Öm, elképzelhető, lehet, hogy ez egy, ez egy ügyfeleteknek valami klasztere? Mert akkor egy kicsikét óvatosabban járunk el. Hát a lokális Cube. Nem, hanem az, amit látunk, ez a node 1, Nód 12, node 17, node 18. Na várjál, mert a default cube em konfigom, az egy ügyfélprojekthez van belőve. Hát akkor most azt látjuk. Így Azért van. mondom, igen, igen, igen. Azért, igen. Akkor, akkor igazából sajnos a CubeCTL-nek a, a, konfigjai elég nehezen változtathatók. Én, én nagyjából tudom a parancsokat, és a ahhoz viszont lehet, hogy ki kellene listáznunk az összes Kubernetes clustert, ami neked be van konfigurálva. És nem tudom, hogy ez okozhat-e gondot a streamen, hogy esetleg lát, kiírja a nevét az ügyfélnek. Hát, az húzom. Az ügyfelét kiír, kiírhatja, azzal nincsen gond, a credential-öket ne írja ki. E, így van. Akkor húzd át, és akkor én meg közben kicsit uh, um, csalok. kubectl config um, get-clusters és akkor látnod kell Látok egy Kubernetes-t és egy Docker desktopot. Aha, nagyon jó. Akkor ugye Docker desktopra kéne átállnunk, és az pedig kubectl config use context. És tudom, a neve. Így van. Uh -huh. ugye a use context. Az, igen, ez eléggé össze-vissza van. Get notes, és akkor itt van 5 perc, indult el. Nagyon jó, nagyon jó, akkor visszajövök a képernyődre. Super. Még egyszer beütöd a Get notes csak hogy én is lássam. Nagyon pöpec. 1.28, nagyon jók vagyunk. Király, van egy Kubernetes-ed. Nagyon jó. <laughs> jó, akkor igazából ne tömeltünk Gimlet oldalra, szerintem elmész oda, hogy Gimlet áll jó, és akkor egy picit talán uh, uh, színesebb, szakosabb lesz, meg, uh, meg jobban dokumentáltabb az, amit csinálunk. És akkor onnan szerintem elkezdjük a tutoriálokat, és akkor... Igazából a Gimlet most csak egy, egy, egy rövid bemutató, annyi lesz, hogy, hogy az összes dolog, amit föl kéne telepíteni a klaszterre, azt elvileg a Gimlet felrakja uh -huh. neked hogyha ismered a Kubernetes egy kicsit, akkor olyan komponensek, hogy ingress controller, meg ha akarsz mondjuk metrikákat, akkor Prometheus, meg Grafana, akkor az, az fölkerül a klaszterre, uh -huh. és akkor lesz lesznek ezek a túljaid. Ah, jó, akkor szerintem közben nyom, kérdezik, hogy, ja. hogy ez szerintem csak a sessionben marad meg ez a use kontext. Tehát itt, hogyha most egy másik sessionben lekérdezem, csak hogy erre akkor figyeljek. Aha, aha. Cube CTL Nem. Jó. Az az igazság, Baszítan. hogy én nem ezt a kommandot használom, én van egy egy kis utility, amit hívnak, a Cube CTX, és az át is állítja Öm, meg tudnánk győződni arról, hogy átállítja e van egy konfigurációs fájl, de akkor esetleg a credential -ok is képernyőre kerülnének. Uh, igen, hát figyelj. Ez átírta a konfigba? A, a, a van egy bejegyzés, ami az, 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 az a neve, hogy current context, és hogyha az már a Docker desktopra mutat, akkor, akkor az az, az Na persze várjál. Is. várjál, ezt azért megnézem, mert Jó. stream után Kubernetes kell hallítgatnom. Aha, Hogy ne lepődjek meg. Így van. És a, a config az ugye ez a dot slash config ö, elérési útvonalon van a, a, a user könyvtáratban. Mm -hmm. Igen, igen, az megvan. Aztán, Én annyit szoktam csinálni, hogy a DevOps-osok elküldik ugye a, a config mm -hmm az berakom, meg a VPN előrést, és akkor uh -huh. lenszel, elkezdem cseszeketetni a dolgokat. Aha. Ilyen, ilyen kényelmes helyzetem van ilyen szempontból. Aha. Az egyik ez már a sem tudok. Már onnan elvették az elérést, úgyhogy, és örültem neki, mert ame hogyha valami ez van az embernek elérés, akkor az a dolgozni kell. Úgyhogy minél kevesebb hozzáférése hát van az embernek valami, az annál kisebb a felelősség. Jó, és Így akkor van. kezdjük a documentation vagy? Persze, toljuk, igen. És igazából itt rögtön az, az installációval kezdünk. Csináljam ilyen eszeveszett internes módon, hogy amit látok, hogy Sel, akkor mondd azt ki máshol, amit is be. De hát, lesztem, öm, hogy azért észre. A, 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 annyival legyél egy picit okosabb intern, hogy elolvasod esetleg még a headline-okat is, tehát hogyha valami azt, azt mondja, hogy optional, akkor azt, akkor azt nem, nem feltétlenül kell lefuttatni. Mm. Ah. Igen, de, de, de alapvetően átadom itt az irányítás neked, hogy, hogy próbáld értelmezni, amit látsz, és akkor szerintem lesz idejük a nézőknek is. Mm. Kicsit. Jó, hát akkor Mert nekünk én, ez nem kell, ugye? Mert van klaszterünk. Így van, így van. Mert én ezt, én, én ezt le tudnám neked darálni, de akkor, uh -huh. akkor csak a képernyő a jobbról balra, meg balra, jobbra is akkor. Uh -huh. Kicsit lassítunk most. <laughs> Már olyan gyorsak voltunk. <laughs> <laughs> hmm. Tehát akit az egész rész ki... Igen, igen, ugye ez igen, az egész igen. arról szól, hogy ugyan lesz klasztered. Aha. Jó. És akkor ezzel tudok egy Ez már mehet. Így van. Legalább te is validálod, hogy mennyit értek meg pontosan, pontosan. <tos> szóval <tos> nyilván ebből mindenki tanul, meg nyilván lesznek majd, majd bagok, meg minden. Szóval ezért is én nagyon hálás vagyok egyébként, hogy ezt csinálod, mert Szóval. Nagyon rég, rég volt már, hogy hogy nulláról építette fel valamit. Fényképen én csinálom, akkor itt van. Command azt be kell írni. Mm. Akkor mi beírjuk. Hoppá. <laughs> Na, és akkor admin így. Aha, tehát itt akkor ki lehet kérni a logból? Így van. Kilogolt elvileg, de okos. Aha, aha. Sziasztok, jó reggelt, szia Csabi. Szerintem évvégén újra a gépemet, mert már valami a uh -huh. el van. Köszön. Képzeld, hogy az elképzelhető lehet akár a Cube Config miatt is. Nekem, hogyha olyan cluster van benne, amit már nem érek el, akkor ez nekem... De mondjuk lehet, hogy nekem a Shell Completion miatt van. Mm, nem, egyszer valami... Valamit nagyon internes módon copy paste össze-vissza valamilyen projekthez, és akkor bele kellett nyúlni uh, mm -hmm. azokba a fájlokba, és szerintem valami ott maradt. Aha, Ez lokális, úgyhogy igazából nem probléma, hogy láttátok a jelszót. Úgy a lokális. Ez lokális, így van, Tudom. és ö, így van. Illetve miután összeintegráltál GitHub-bal, ez már nem fog élni, ez a, ez a kulcs. Igen, igen. Na. Ö, tehát akkor most kell GitHub-hoz. Átmegyünk. Nem tudom, mi fog történni. Create GitHub app and integrate Gimlet. Hát irányomok. Itt is rányomok. Jó. Aha, Gimlet. Nem lehet az appnak a neve. Így van, ez egy ilyen globális namespace. Mhm. Uh -huh. Gimlet factory kötőjeldel. authorize mm. Autorizolom minden repozitorihoz. Jól van. Azt esetleg egyébként a dokumentáció azt javasolja, hogy esetleg, hogyha, hogyha csak kipróbálod a gimletet, akkor ugye kiválaszthatod azt a repót, amit, amit, szeretnél, és akkor nem. És akkor talán az emberek is könnyebben nyomják rá az OK gombot, de ez csak akkor, hogyha, hogyha kicsit aggódsz. De, oké, okay. ez így jó. És akkor a, a repozitorik száma az úgy nagyjából megegyezik a github-os repoid számával? Mm, aha. Ja, igen. Akkor. Nem tudom. Hát ezek forkolt dolgok, igazából itt van Node.trapi, ami igazából amúgy szerint, igen, 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 igen ez az, amit szerintem peték, nem peték, nk-ról forkoltam. Tehát igazából ez mind forkolt aha, aha. dolog. Jó. És akkor most ki kéne választani egy repozitorit? Ö, igen, akár rá is kattinthatsz, igen. Uh -huh. Erre kell klikkelni? Nem látom. Click to connect. tehát uh -huh, ez optional. ez a Gimlet, újra. ez már megvan. Nézzük akkor meg a verzióját a... a, nézzük meg a verzióját a biztonság kedvéért, jó, hogy, hogy milyen Gimlet kliensed van, de alapvetően igen, csak az utolsót kell akkor lefuttatnod. Minek nézzük meg a verzióját? Bocsi, um, a, 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 Gimlet cli nak tehát a, a hogyha a terminálodba belemész, és azt mondod, hogy Gimlet version, vagy kötőjel version, nem is tudom melyik. Aha, Akkor lehet, hogy nincsen a pártodon. Mm. Öh. No. Vagy ezt még előtte meg lehet ezt a termináltabot? Nem tudom, kipróbáljuk. Szerintem előtte nyitottam, meg amikor a Kubernetes-szel mm. próbálkoztunk. Viszont ez egy, ez egy command line-os túl. Tehát az, amit felraktunk ugye a Cube City előplájjal, az, az ezt nem ja, Ja, tényleg. Tehát, hogy különböző uh, van szó. Aha. Akkor nekem kell a CLI, mert meg biztos nem raktam fel. a a, egyébként ott van a command, amivel fel tudod rakni. Tehát, hogyha az, azt ott ellopod, akkor, akkor meg lesz neked. Közben mondják, hogy egy játék, linket megtöri. Nem, nem töri meg. Hogy nem tudom pontosan mire. értetted, Csabi? Ja, linket törli az automód. Á! Lehet azért, mert már volt valaki berakta az előzőleg. Jó, és akkor, akkor elvileg. Kimmet 25-ös. Nagyon jó, nagyon jó. Megkezd a hogy gombot, az Így van. <laughs> Ez a... Az egyik legnagyobb Tudom... találmány volt amúgy hogy az ilyen fejlesztői doksikból belerakták ezeket. Igen. IP is írta, hogy a, amikor a dollára kommond előtt van, és akkor nem lehet ki rendesen ki. Azt egyébként én nagyon utálom, de amikor ezt fölvetettem valakinek, akkor állítólag ez azért van, hogy, hogy direkt, hogy, hogy amikor átmásolod, akkor, akkor ne, ne fusson le, hogy, hogy gondolkozz el, hogy mit is csinálsz. Ja, aha. én, én nem én, én, arra jutottam egyébként, hogyha hogyha Terminál kimenetet mutatok meg, akkor mindig berakom a dollárt. Ha pedig olyat uh -huh. csinálok, ami, ahol, ahol, amit át kell másolnod, ott meg direkt nem rakom be a dollárt, mert én, én hát, nem szeretem a dollárt. Ezt akartam mondani, hogy itt látszik, meg itt jó is, mert akkor nem tudnád, hogy. Tehát, hogyha itt nem így lenni, van, ez akkor nem tudnád, hogy ez mi ott, hogy. A Igen. Loggal együtt van. Itt egy még egy percig el fog játszadozni. Ki is írja ugye, hogy, hogy van egy tool, aminek az a neve, vagy egy eszköz, aminek az a neve, hogy flux. Ez azt szokja csinálni, hogy GitHub-ról mindig lehúzza a jemölöket, és akkor innentől kezdve bármit akarsz a a klaszterre telepíteni, akkor git rakod be, és akkor a klaszteren meg is jelenik utána. Uh -huh. Ez a GitOps Ami egyébként, én is meglepődtem a számon, kb. bárki, aki kubernetes vagy Cloud Native-es dolgokkal foglalkozik, az emberek 80%-a használja, és a maradék is azt mondja, hogy max. egy éven belül ráugrik a vonatra. Tehát annak ellenére, hogy nagy buzzword volt az elmúlt, nem tudom, két-három évben, alapvetően ez lett a, a de facto uh -huh. módja annak, hogy jelmeleket dobáljunk a klasztárra. Jó, na, és akkor hol jártam? Aha. Ö... Most egy környezetet csinált? E, így van, így van. De aha. akkor még repository még nincs hozzá kötve semmi. E, és akkor most kezdhetsz a, a kódoddal foglalkozni, így van. Tehát a, már van egy környezeted, ahova tudsz diplójálgatni, uh -huh. e, és akkor most vagy választunk egy egy appot, amit megpróbálunk, vagy esetleg a tutorialokban van, amit tudsz forkolni is, hogyha nagyon nincs e, kéznél valami, vagy ha mm. kreatív, vagy én én, én bármiben benne vagyok. Gyorsan nézzél, fejleszünk le alkalmazást. Itt van, Peti, segít nekünk. Én, én még nem láttam, rasszott benne vagyok. Hú. Nagyon jó. Generál gyors egy molekulát, mert abban mozgok a legbiztosabban. Csak olyan ritkán generálok. Elveg a 0.15-ös úton van tegnap a Szita Szóval olyan ritkán szoktam, új projektet generálni. vagyis mm. Most mindig elfelejtem. Mm -hmm. Molecular Init Project. Aha. De project. És akkor Gimlet Factory. Ne! <laughs> Ja. Mindig odaütök együtt. Igen, kell. Kell. Ez is. Igen. Igen, memory. Igen. 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 Nagyon ez ez Igen. Nagyon jó. Is. Jó. Kösz szépen, közben meglett. Jó, és akkor, ha már itt vagyok, akkor csinálok egy. gimlet faktori volt, ugye? Igen. Hát ennyi. És akkor ez egy ilyen Rails-szerű valami javascript Nem, ez uh, egy microservice architektúrára épülő keretrendszer, Node.js-be. Aha. aha. <coughs> Mi ezt szoktuk használni. És nagyon szeretjük. Aha, aha. Szerintem már itt ez uh, git alatt volt ez a könyvtár. Illetve még gitinített talán nem nyomtál ide most, ahol vagy. Szerintem ő nyom, csak nem tudom. Ja, ő nyom. Ő ő ő ő ő nyom. Aha, értem, értem. Na, és akkor ilyenkor szoktam a GitHub desktopra átváltani, <laughs> amikor nem értem, hogy mit ír ki a CLI. Aha. És akkor azt mondom, hogy ad. Parent nem tudom, hogy miért uh, írta ki. Uh -huh. Kimlet, Kimlet Factory. Na várj, itt valami nagyon-nagyon nem is rendben. Igen. Um, esetleg tényleg megnézni, de azt mondjuk, hogy, hogy git remote v és akkor lehet, hogy kiderül, hogy aha, tehát akkor csak ez van, akkor érdekes uh, és akkor mondjuk igen. <haz> mm -hmm. tehát úgy mutatja, mintha gimlet faktoriban benne lenne az egész mappám. szerintem fordítva lehet, hogy a kódjár mappát van gitben? és a Gimlet Factory nem egy különálló Git repository, és ezért, amikor státusz nyomsz egy, egy alkönyvtárba, ami a Gimlet Factory, akkor mutatja az, az egész street. Oh, az lehetséges, hogy nyomtam. Rossz helyre egy Próbálsz? Uh -huh. Próbálsz egy git logot, aztán talán csendben maradok, csak ezt, ezt még próbáljuk meg, jó? Hogyha, hogyha nyomsz egy git logot ott a Gimlet faktoriban? Azt írja, hogy nincsen semmi módosításom. Nincs. Aha. De megvan. Oké, okay és? Hmm. Aha. az anyádnak a picsáját, már bocsánat. Szius, szius, szius. Ö, jó. Igen, ö, hétvégén félálomban próbáltam valamit, és rossz terminálba adtam ki, így vagy valami ilyesmit, és elfelejtettem utána nézni, hogy mm -hmm. mi volt a helyzet. Faktori, Gimlet, Gimlet, Faktori, Git státusz. Jó, ez így már jó lesz, szerintem. Oké, okay, és akkor most már desktop is írja. Szuper. Na, jó, és akkor git remote add origin. Jó lett volna felküldeni itt a devkönyvtáromat. <laughs> Igen. Fogt. Egyszer volt uh, flickr? flickr, nem tudom, hogy kell mondani. Aha, aha, aha. Az így tudod, hogy 1 terabyte free, ingyen, és akkor így fogt, minden mindent feltolt uh, egyből, és akkor ilyen... Hát oly olyan képek, amiknek nem kellett volna szerződés. Nem olyan, ilyen szerződés, lefotózás, meg szkennelés, meg nem tudom. Így. Aha. Jó, oké, okay. ezt nem csinálunk. Jó, most már ez ez molekulár. Na. Szerintem ez el tud indulni így önmagába. Ja. Ennyi elég nekünk, mm -hmm. Hogy Ennyi elég bőle. Bőle induljon. Így van. Így van. Szuper. Oké. Okay. Main lesz szerintem az. Aha, lehet, hogy a master. Most mi nálunk? tehát a... A... Így van, így van. Csak, hogy csak master ja. tudhatod küldeni. Ja, ja, és, aha, és, aha. A, és, és, és a force-ot vedd le, szerintem meg, főleg így, hogy volt egy kis git uh, dolog. Nehogy véletlenül más csapjunk fölül. <laughs> szerintem csak... Már feltoltam egy... közben a desktop-on. Már... Okay. Rányomtam a másik épennyőn, mert... Oké. Okay. Uh, Mm, annyi, hogy ezt a datamappát Got. Azt nem kit push elég. Jó. Tadám. Super! És nincs ott semmi más projekt. Jó. <laughs> Oké, akkor visszamegyek a Gimletre ugye, a Windows voltra Igen. És akkor meg kéne keresni ezt a repozitorit. Nem refresheltem? -re ott, ott van, az középen. Igen? Ah, ah, igen? igen. Igen, igen. Király. És akkor gondolom ad deployment configuration. Így van, így van, így van. Jó. Nem mm, space kell állítgatni. Szerintem menjünk default <hállás> Nem tudom, látod a chatet, de... Nem. Lehet, hogy jobb is mi. ezt! jelezt. print screen elem. Ez jó pont volt. Nem csak azt mondják, hogy a kamera képen így oké, okay, minden oké, okay, és fejben meg így őristen mit csinál. <laughs> jó. Na, azon gondolkozok, hogy Mm -hmm. Itt nekünk annyit kellene csinálni, hogy vagy environmentben megadni a portot, vagy port forwardingot. Mm -hmm. Igazából uh, szerintem, nézzük meg. Mm -hmm. Ez megy hozzá. Aha, ott van port. Mm -hmm. Figyelj, én jólóban nyomom rá nyom. Jó, jó, ez izgalmas lesz. <laughs> okay. Jó, és akkor... Igen. <laughs> Figyelj, még akár működhet is. <laughs> és akkor ő most akar egy pull requestet. Aha. Aha. Uh -huh. Deployed. Uh, igen, tehát most ja igen, uh, inkább nem mondom, jó, nem mondok semmit, jó, mert uh, kis User Discovery van itt most. Aha. Uh -huh. Ilyen még nem volt, úgyhogy biztos rá kell erre nyomni. Így van. Talán az a megtévesztő, akkor, akkor visszajelzés, hogy itt azt jelenti, hogy deployed, itt meg, hogy deploy. Ezért vesztem el, hogy akkor most... Aha, aha, aha. De gondolom a kettő nem ugyanaz. Igazából annak a deploynak ott se kéne talán most lennie. Tehát az egy, az egy deploy Ennek... history lesz majd. Ö, a, a, a talán nem kéne ott mm. lennie. Te jó ég, hogyha ez működik, akkor szerintem a streamet abba kell hagynunk. Ennyi. <laughs> a csúcson, a csúcson. Kár hozzá port forward -command. Igen, igen, igen. Bending. Uh -huh. Túl gyors voltam. Igen, de. Igen, ilyen kubernetes demo még nem volt a világon. Oké, okay, ez így nem akarja. Megnézzük a logot, hogy. Taka. Igen, ez a gimletnek a logja. Nem, 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 nem. Service. Aha. Teljesen jó, nincsen környezeti változó rendesen beállítva, mert hogy, ugye most Docker fájból dolgozik. Képzeld el, hogy nem. Mhm. Uh -huh. Akkor honnan tudta, hogy mit kell elindítani? Te így Igen, igen, tehát amikor az edit képernyőn voltál, akkor ott volt több lehetőség, hogy mit is, mi is történjen. Mhm. Uh -huh. Igen, ott... Uh... Uh -huh. Próbálok visszatérni az editre. Tudom, nem, nem, csak... igen, igen, igen. Ö... igen tehát a, a, a repozitoridon belül, és akkor ugye itt a jobb sarokban azon a kis kártyán van egy edit gomb. Pász meg. Így van, így van. Tehát amikor itt voltál, akkor a, ott... itt itt megadta a portot, az rendben van, csak ott az előző tabon, a Basics tabon. Aha. Igen, ott ki kell választani azt, hogy milyen stratégiát szeretnél követni. És most egy automatic image building van bekapcsolva, tehát ő a package .json alapján build neked egy image-et. Uh -huh. ez, a, ez a default. Sajnos a Docker fájlos az, az jelen pillanatban nincs meg ez, ez sajnos én, én, szerettem volna stream előtt még, de úgy volt, hogy bevállalom, teszik. bevállalom, semmi gond, de akár, akár két napon belül lehet készülni. Tehát most lényeg a lényeg, hogy ő most buildelt egy image -et. De ez még attól függetlenül jó lehet, mert a, amit kis hibát talán vétettél, hogy ugye próbáltad azon az ödresszen megnyitni, amit kimásoltál, ezen Igen. a service lo lokal Az viszont csak kubernetes belül él, és, és viszont elindítottál egy port forwardot, amit még nem, nem néztél meg. Tehát az az adress, az amit Kimlet Factory Default, ami ott van a képernyőn, az ugye a, a, olyan DNS bejegyzés nem létezik. Tehát uh -huh. ez egy ilyen Kubernetes-specifikus dolog. Viszont van egy port forwardot, tehát nézzük meg azt, azt a 10.081-es portot lokál hoston jó? Hát, hogyha működik. Jó reggelt, Roni! Még egy... A... Hmm. Kicsapta ez a, a Kicsapta, igen, még egyszer nézzük meg. Nem lett azért, mert változtattam a környezeti változókon, mert egyébként volt nem nem még... benne hiba. Még nem deployáltál, tehát csak egy púri készítettél ja. nem pillanatban. Nézzük meg még egyszer azt a portot. Ugyanúgy kicsapta? uh -huh. Ez érdekes. Topod. Akkor nézzük meg a logját, jó? Mert valószínűleg a request megöli. Aztán meg újra indul. Túl, újraindul túl gyorsan özel. örültünk, hogy hát akkor le is Én lőhetjük ilyen. a streamet, ha ezzel elindul így mint hát minden demo általában így szokott uh, kezdődni. Jó, ez látszik, tehát, hogy itt elindult a, a, aha, aha. a microservice. Uh, né, nézd csak, ő, 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 azt mondja, hogy a, hogy a 30-30-as porton Figyelj! Az a Prometheus. Az a Prometheus, jó. Igen, mondjuk nem írja a portot. Ki szokta írni? Én úgy emlékszem, hogy kiírja. A környezeti változó Aha. a portot veszi alapul. Aha. Uh, meg is tudom mutatni. Nem itt, hanem a services, API service, és itt elvileg. Aha, tehát ez. Aha. default 3000, uh -huh. és egyébként meg a uh -huh. port. Tehát akkor ennek működni kéne. Köszön az érdekes... Kérdezi uh -huh. hogy milyen nyelveket tud automatikusan. Hát az az igazság, hogy ez én én azért ezt nem annyira szeretem, ezt az automatikus image build amire van build pack nevű technológia, tehát ez a Heroku is használja, illetve uh -huh. több más platform is. Van egy Base Image, ami azt mondja, hogy valami 17 nyelvet, tehát Python-t is tud, java is tud, Go-t is tud, és, és így tovább. Én egy olyan 20-30 százalékos, inkább csak 20 százalékos hit <laughs> résiót tudok mondani, tehát a, a kb. minden ötödik projekt működik vele. Ezért is szeretnénk ezt a Dockerfile alapú buildet belerakni a, a platformba. Aha most nem jól csinálok valamit? Elmentettem a környezeti változóba. Így ja, van, és akkor... akkor... Aha, így van. Jó, jól, jó, jó tím, értem. Team-centrikusak vagyunk. Bürokrácia van, kérem szépen. Egy pecsételés, meg minden. Ah. Jó, hát a hármast bemörzsöltük, a kettes az meg nem kell, mert ez a kettes lenne. Igen. Mert a hármas már benne van se tudjon hát az. Jó. Running. És akkor még a deploy gombot meg kell Aha. És akkor itt gondolom, hogyha lenne több környezetem, akkor itt lehetne stage-re, meg mindenféle másra külön, Így van, hm? így van, így van. Ki van ezt találva, kérem szépen. Köszönöm szépen. Van benne egy kis koncepció. Fú, hallod, nagyon-nagyon lassan értünk el ide, és még ugye most ez a docker dolog is, az, az még nagyon sokat dobna a helyzeten, mert ez az auto image build, ez, ha működik, nagyon király, ha nem működik, akkor nem. Hello, Thomas. Valaki adja be ezt a zenét. Igen, ez nem már nem az SSH-val gyorsan hát írom fejlesztés. <laughs> Meg FTP-n belépünk, és átírjuk a PHP fájt Jó, na, mm, leállt. Már most hmm, ez Az az előzőnek volt a logja még szerintem. Így van. Az így még van. az előzőnek volt, igen. Azért mondta, hogy goodbye, mert érezte, hogy Aha. jön az új generáció. Akkor a portfolio szerintem megint indítsd el, és akkor megint nézzük meg. Uh -huh. Még annyi, hogy ez a. Oké. Okay. Ez, ez az, amire kész. gondolok? Ez az. Jó, köszi köz, szépen, akkor menjünk reggelizni. Na, sziasztok. Köszönjük a követés, hogy itt voltatok. Tehát ak akkor mi volt a gond? Őszintén, én már nem is tudom. Hiányzott egy változó? Hiányzott egy változó, igen, igen, igen. Én aha. beírtam, csak azt hittem, hogy az nem tudom, hogy a pull questet nem gondoltam végig, hogy az be kell húzni, és köszönjük, De jó. teljesen jogos nyilván, hogy nem csak annyi, átírjuk. Hát lehetne az is egyébként, tehát ez mind döntés kérdése. Uh -huh. Jó, és akkor ugye ez most itt nekünk lokálisan fut a klaszterben, és azért kell a por forward, hogy elérjük. Uh -huh. És egyébként, hogyha nem a lokális klaszterhez lenne a konfigurációm, akkor ezt fel tudnám lőni bármilyen cloud providerre, ahol van Kubernetes cluster. Tehát akkor érzékelni a környezetet. Ö, ugye Kubernetes az container alapú, tehát a konténerek egymással nagyon jól el vannak, alapvetően nem is érdekli őket a külvilág. Tehát az, hogy egy Kubernetes networkingben egy, egy, egy valós internet hívás beérkezzen, ugye mi most port forwardolunk, cloudos környezetben kellene hozzá egy load balancer, vagy valami uh -huh. Network komponens, ami ugye lenne egy fix IP címe, és akkor arra egy DNS nevet is regisztrálnánk, és. Uh, az, úgy, az ingress egyszer, meg, Ez az ingressz pontosan, és akkor hogyha megint belemész ugye a service-nek az Edit részébe, akkor ott egyrészt be tudod konfigurálni, hogy te milyen uh, Domain néven szeretnél uh, megjelenni. Itt kell egy kicsi gépészkedés, illetve uh -huh. ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz ahhoz magát a klasztert is föl kell készíteni arra, hogy hello, itt azért van egy ingress, és az ugye inkább ilyen environmentes uh, um, dolog, amit inkább adminisztrátorok csinálnak. Viszont, ha, ha felhasználó vagy, akkor, akkor itt tudod beállítani, hogy te mondjuk a gimletfaktory.code.hu szíven uh -huh. szeretnéd ezt ezt kiajánlani. Uh -huh. uh, és akkor jól értem, hogy tehát maga a Gimlet tud úgy nálunk itt lokálisan futni az admin felület, hogy csatlakozik a cloudban lévő klasterbe. klaszterbe. A Gimlet kín fut a klaszterben. Tehát az, amit te most port uh -huh. ugye eléred a Gimletet, azt alapvetően az ügyfelek nem port élik el, hanem Gimlet.én uh -huh. címen. Tehát a, tehát a Gimlet az egy, az egy ilyen kollaborá kollaboráns. tehát egy, egy olyan hely, ahol ugye együtt tudnak működni a fejlesztők, meg ugye mindenki beloginol be ide, tehát a a, 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 még mi, mi csak annyit, hogy a, hogy a portforward, bármikor csinálsz port az csak egy lokális dolog, hogy minden a, tudjon. Az persze, persze, csak hogy lehet úgy, hogy tehát a, a Gimlet, Gimletnek muszáj ott fent futnia, vagy tud úgy csatlakozni, hogy nekem itt lokálisan fut a Gimlet, és egyébként csatlakozik több klaszterhez? Um. Szerintem tudna, tudna, igen. Annyi van, hogy emlékszel arra volt ez, a, amikor a Gimlet command line dolgot feltelepítetted a 0.25-as uh -huh. verziójút, és volt egy Gimlet connect uh -huh. parancs, amit kimásoltál a GUI-ról, hogyha azt egy cloudos klaszterben futtatod le, akkor a lokális Gimletedhez csatlakozna ez a cloudos klaszter. Uh -huh. De most akkor én kicsit tovább gondolom a helyzetet. Az a baj a lokál, lokális gimlettel, hogy egy cloudos cluster nem nagyon tud a te lokál hoztathoz csatlakozni, tehát valamilyen módon ki kell ajánlod ezt a, a, az internetet. Jó, nyilván ugye felhasználó, stb. Tehát, hogy ennek a cloudban uh -huh. a helye, csak így elmérkedtem. Uh, és kérdezik, hogy a rollback az úgy működne, hogy az előző pull requestet deployoljuk? É, hogyha visszamész a... itt nyomsz egy back gombot fönt a tetején van, vagy akár úgy is, igen. hogy oh, még egy... Böngésző back, köszi. Web uh, Tehát, így van. Um, tehát ugye ott most már a diploidnak ugye van értelme Aha. ott. E egyrészt, egyrészt meg tudom, hogy a deploy gombot, de fönt ott van ez a, ez a 6 minit szögó, meg, meg, 12 minit ago. szögó. Uh Úgyhogy -huh. uh, rákatintasz arra a kis csíkra. Akkor itt látod, hogy ki, mikor, mit, és akkor itt, itt van a gomba, amit meg is tudsz nyomni. Uh -huh. Rollback to Hát most nem jók rá, mert akkor el fog csesződni. Ak akkor elcsesződik, de aztán kidiplojáljuk újra, tehát innentől kezdve. Végül is ingyen van. Másik. Így van. És akkor most uh, a kódváltozás megtörtént, ugye a GitOps-os dolgok, és akkor majd mindjárt ki is lesz diplojálva. Még, még, ugye, még, ugye... Ja, ne, ne siessek. Ah. Még, még, ne. Most, most indulnak a konténerek most már szép lassan Próbáld meg most már. Pam, pam, pam. Jó, és akkor? És akkor sajnos rollback-en a rollback azt nem lehet, viszont ki tudod, ez, egy roll, ez egy roll forward lesz, amit uh -huh. ugye lent rendesen a komitjaidat ki tudod diplojálni. Aha. Igen, mert egy olyan verziót, minek raknál innen. Vissza, amit már oldott keltél? Hát egyrészt igen, másrészt meg ez már egy olyan inception jellegű dolog, amit kódoljon le tudott ki. Tehát itt azért, azért van egy kicsi ilyen, ilyen egyszerűsítése a problémakörnek. Azt mondom, hogy ha már azt akarod csinálni, akkor inkább menj előre, és akkor úgyis egy új komitot fogsz írni, és akkor majd azt rakod ki. Uh -huh. Sajnos a portforwardod ilyenkor meghal, amikor ajánlod, ja, de mm. szerintem azon kívül menni fog a dolog. BAM. Nagyon jó. Hát ennél kívánni is, kívánhatta volna jobbat, szóval. Jó, Fíjast. jó, jó a jó, Ennél a csak rosszabb demók szoktak lenni. <laughs> igen. A, a... jó. Igen. Mert ugye van ez az automatikus image build, ez a build pack, az ugye. Nem ismer föl minden könyvtár szerkezetet, meg uh -huh. a, hogyha mondjuk a Pekis Jason valami alkönyvtárban van, vagy esetleg több Pekis Jason van, vagy hogyha bár, bármi sztendertől eltérő csinálsz, akkor akkor meghal. De uh -huh. akkor a molekulár egy eléggé uh, konvencionális megközelítés, szóval nagyon, -nagyon jó, tetszik. Kurva jó molekulár használjátok. <laughs> igen, 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 abszolút. Uh... Jó, hát meg igazából, hogy a package Jasonben meg, megtalálja, akkor megtalálja. Uh, jó. Mi az, amit még tudni kell itt, uh, amit meg lehet csinálni? editnél? gondolok, hogy van health check, tehát bele lehet állítani akkor uh, egy service Így igaz. Tehát, hogyha van egy health endpointod, uh -huh. akkor be tud állítani, hogy mit nézzen. Általában a HTTP 200-at kell visszaadni, és akkor az úgy működik. Rendben vagyunk. Aha. Uh, ten, 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 ten. List aliases. Uh -huh, Kis ki próbáljuk. Oké. Okay. Csak úgy el kéne belülről halasztani, nem? Tehát, te szeretsz, tehát szeretnél egy ténylegesen elfélelő health checket, ami A... nem megy át? Jó, hát akkor rakd rá valami. Csinálhatsz egy, egy nem létező endpointot is. <gül> <gül> Jó. Beállítottam default jó, megnézzük, mi történik. Szerintem három perc volt. Jól láttam, nem nagyon figyelgettem. Uh, mire gondolsz? Uh, három perc a timeoutja? Aha. Fú, nem tudom. Ja, bocsánat, bocsánat, Az, igen, ezt meg kell szokni, hogy uh, ugye pórik request. Így van. Én meg itt hátradöltem, hogy akkor várunk három percet. <laughs> És ezeket belet automatikusan, tehát belet úgy konfigurálni, hogy automatikusan, hogyha megy egy branchbe egy commit, akkor csapassa? Most nem, de őszintén ez tényleg csak egy ilyen feature flag lehetne, hogy defaultból true, vagy defaultból false, és akkor bekapcsolom. Uh -huh. Tehát ez nem egy nagy fejlesztés. Közben Peti kérdezi, hogy tudom valahogy állítgatni a metrics részét, Prometheus konfig, akár ELK stack, ilyesmik. Aha. Um, hogyha van egy saját ELK ami fut valahol, akkor igazából um, nem rakod föl a Gimletben lévő Prometheus-t és hasonlókat. Um, nagyon nem vagyunk összeintegrálva a prometheus meg a Grafánával, csak uh, fölrakjuk Tehát, hogyha hozod a sajátodat, akkor... Uh, akkor azt igazából tud mellette élni. Üm. Igazából szeretnék átlinkelni majd grafánába sok helyen, üm. és akkor be lehetne konfigurálni a te hozott -e LK keret meg minden, de alapvetően nincs annyira összedrótozva, tehát hogyha van neked már egy sajátod, akkor, akkor használj nyugodtan. Tehát GUI-ba például a logokat nem, nem, a, nem az Prometheus meg a, meg a Loki integrációval csináljuk, hanem mi lekérjük a, a Kubernetes apitól. Tehát szerintem igen a válasz, de ez már egy ilyen, kicsit ilyen custom ö, beállítás kérdése mindig. Uh -huh. Itt, ha jól látom, akkor ezek így sorban deployt verziók? Így van. Mert mikor voltak deploy, mentek. Ha. Így van. Jó. azt mondja, hogy running. Igen. Te, te húztad át kettő replikára? Én nem. Tehát, hogy te nem? Tehát most ugye kettő. Kérdezést Én is. Nézzük meg az editbe. kicsit. Ott meg egy van, ez nagyon érdekes. Elmondom, hogy mi lehet. Az lehet, hogy. Mind a kettő. Hogy, igen, de még szerintem az egyik nem kap trafiket. Tehát, hogy ez egy picit félrevezető itt most a Gimlet. Még megmondom őszintén, nem próbáltam ezt a, ezt, a, ezt a dolgot. Szerintem tehát a Kubernetes amikor diplójál, akkor a régit az futva hagyja, még ők szolgálja, ő szolgálja ki a, a usereket. Az új viszont már már fut, viszont még nem Ö, kapja meg a... Azért, mert a health check szerintem nem tud lefutni. Így van, így van. Tehát, tehát most, mm. most a Gimlet szerintem hazudik abból a szempontból, hogy Oké, okay, hogy a konténer fut, de nem kapja meg a... Igen, 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 a, igen. Igen. Ez egy tökéletes jó kis bug. Ezt a, ezt, ezt a running indikátort egy picikét lehetne tuningolnunk, hogy oké, okay, hogy... Hát szerintem container... az, waiting, vagy, vagy jelezni, hogy melyik az, amelyik aktív. Szerintem. Így, van, így van, így van, így van. De most, hogyha átállítom, tehát most Aha. kinyomok még egyet. Így van. Akkor kíváncsi leszek, hogy három lesz-e ott. De ugye most már beállítottam ezen a health és ez lesz a legfrissebb, szóval az előzőeket szerintem le kell állítani. Ö, De addig, hogy ameddig ha, a health nem fut le, addig nem fogja lelőni az előző konténereket. Pontosan így van. Csak még egy dipot Be... kell neki nyomnom. Igen, bemölcsölted? Én, én szerintem most lehet, hogy meghalt a port forwardod, mert most olyan furcsán nézett ki, hogy még komitok sem igen. voltak. Igen. Aha. Reméljük, hogy csak csak kis network dolog, és nem a Kim Gimlet crash be. Hát biztos nem. <laughs> Na mindegy, akkor jó. mehet a commit akkor, vagyis a, a, bocsánat, a deploy. Közben itt kollégák kezdenek megjelenni, és csak mutatom, hogy <laughs> jó lett a demo. <laughs> ha ott volt egy átváltott, csak volt lemaradtam egy, igen. róla. És ő mindig kettő fut. Én most, én most ez az igazság, hogy mint expert, én most átnéznék Híba, a Cube city hogy kollégákat. Igen, kollégák. Én most Cube city re átnéznék, sajnos itt most a gui egy picit limitáló. Híba. Tehát, hogy, hogyha csinálsz a Cube city a get pods, kötőjel mínusz, nagy a. Kötőjel. Csak egy, e, így van a nagy a, igen, akkor láthatjuk, hogy Gimlet factory ugye ott van kettő, és, és az egyik még még nem ready, tehát a health check nem futott le. Én azt mondom, hogy ez a health check még továbbra sem uh, sem jó, tehát hogy ez a list mi volt az endpoint? Nem is list tudom menni. List az... Jaj, bocsánat, bocsánat, tényleg nem jó, mert per API. Per, per list alias Ez egy getes nyilván. Uh -huh. És akkor az a jó, Kubernetes, hogy még mindig nem tört el a, 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 az alkalmazás. Igen, ez, a... még... Opa, ez még fut. Így van. Ha megtalálom. Teljesen jó. Annak ellenére, hogy mi itt bénázunk, ő, ő még tudja, hogy ez nem az igazi. Ötös és a hatos lesz az. Próbálom nézni a indikátort. Aha, ott van. Aha. Na, ez most már jobban néz ki. Vagyis még ugye mindig várunk a. Igen, és reméljük, hogy lelevő mindjárt a régit. Talán, hogyha megnyomod azt a Describe gombot, akkor. Is not registered. Talán még nem készült el. Mm -mm. Pedig ez működik. Aha. Megnézzük. Én cseszemel. Uh, el. Api per api. Az komoly. Igen. Jó. Ezek ilyen default szervizek, mert ugye a root az be van rakva per API alá, mert ugye rest API, Aha. és ezek a default szervizek az API szervizből jön, a webes gateway-ből, aminek ugye API a neve, Aha. és ezért van duplikálva, de ugye ezt élesben nem használja senki, tehát ez Aha. kiszokás ezt kommentelni, mert ugye ezzel tudod lekérni azt, hogy milyen szervizeid vannak, milyen nódokon fut a microservized, Uh -huh. Milyen CPU-s, a többi ilyen plusz információkat ad. Uh -huh. Szerintem megint behalt egyébként a port forward. nyomsz egy refresh és nem. Mit csináltam, hogy behalt? Ja, figyelj, szerintem Gimlet-logot meg tudnánk nézni, vagy esetleg azt, hogy, hogy ténylegesen ő crash vagy nem. Én már automatikusan nyomok mindenre rá, tehát, hogy önálló. <laughs> Önállóan ja, tipől. Igen. Gimlet expert vagyok. Rákaptál a fóra. Konzultációs órákat tudok adni. <laughs> És még a diploj az kell, szerintem. Igen, igen. Ez a hetes volt, igen. De nézzük. Így csak, hogy... Ja, úgy nem fog menni, hogyha közben frissül. Igen, ah, most jön az új. Ata. És királyság. Ez elsőre. Jó. Kérem szépen, elsőre működik. Akik most csatlakoztak be. Csak mondom, Majj hogy Jó, és akkor itt látni fogjuk a logban, ugye, hogy hívogatja. Ami nagyon gyorsan lefut. Szerintem minden 30 másodpercben meghívja, hogyha itt hagyod, akkor látni fogjuk, hogy... És legugrik egyet a képernyő. Uh -huh. Itt lehet, hogy jobban fogjuk látni. Uh -huh. Bár van benne timestamp, úgyhogy... Ez live vlog, tehát uh, friss Stream, Elvileg streameli. Uh -huh. 51-31kor volt, most lett 52. 52, 21kor, mi nem? Ah, nem, mert már eltelt ennyi. Uh -huh. Még egyszer mennyi a gombot esetleg? Aha. Hopp, most volt. Akkor nem mindig streameli. <laughs> Jó. Ez micsoda? Há, hát, ez egy A ilyen... jaml a konfigurációja? ez egy ilyen hardcore Kubernetes dolog, hogyha valami nagyon nem működik, akkor ezt érdemes megnyomni, mert itt az aján szokta írni, hogy mi a helyzet. Aha. És kérdezik, hogy rácuppan a pod STD útjára? Rá, igen. Ö, nagyon összetett a dolog, mert sajnos... Út egy, e, egy agentünk a clusterben, az rácuppan a a Kubernetes API log uh, endpointjára, az felstreameli a Gimlet szerverre, az meg lesstreameli a, a, a GUI-ba, tehát megmondom őszintén, én nem feltétlenül vagyok meglepődve azon, hogy uh, nem működött a stream, uh -huh. uh, mert azért itt uh, minimum kettő webszoketes connection van, és uh, meg egy port forward, tehát akkor már három. Uh, igen. Uh -huh. És akkor igazából tehát, hogy itt uh... Itt mindent be lehet állítani, amit egy Kubernetes-es leírófájban fájlban. A lényeg. Hát, amit így a, a, amit, amit így a halandók be akarnak általában, az be lehet. Ha uh -huh. pedig nem, ha pedig te, tennél többet akarsz, akkor, akkor megengedjük neked, hogy, hogy írjad a Kubernetes-i De így az alapvető dolgokat belerakjuk, illetve amit az ügyfeleink használnak, azok itt szépen bekerülnek, most már pull is jönnek bele. Uh -huh. Aztán persze van itt egy dilemma, hogy hogy mindent meg akarunk-e majd idővel, be akarunk -e itt állítani, vagy, vagy lesz majd valami határ, ami, ami után nem megyünk, mert azért a Kubernetes jemölnek van két milliárd opciója, mi meg nem akarunk kettőszáznál többet, uh -huh. vagy hát, akár ötvennél többet. És hol tudom beállítani a jemölt? Mert ide nem tudok írni, ugye? Öm, oh. Én azt, mond, azt mondom, hogy, ja, hogy a most... Uh, igen, tehát hogyha Én most elmész akkor, akkor nézzük meg ezt a fájlt, amit igazából te pull ekkel írogatsz. És uh -huh. akkor, Van ez a dot gimlet könyvtár. És akkor itt egy ilyen absztrakciót látsz, ez egy helm chart, hogyha uh -huh. valakinek ez mond valamit, és akkor ott a value-k azokat állígatod lent a guin. Uh -huh. és, és te ide berakadsz igazából, egy, egy, másik mező alapja, mondjuk aminek az a neve, hogy ró, tehát hogy nyers jemöl, oda berakhatsz saját jemölöket, vagy esetleg megpecselheted ennek a helmnek az outputját. Én uh -huh. uh, ja, most azt akarom csinálni, uh -huh. Igen? hogy beleírok. Jó. Én szerintem ezt Előttem tedd, el... ez... de Ted majd idéző uh, idézőjelek közé, Korda. mert ilyen szerintem. Lehet, hogy működne, de biztos, ami biztos. csak megnézem, hogy Hello Molecular, ez működik. Így. Aha. Persze, commit. És akkor mi történik itt a gimletnél? Aha. Pull request most nincs, mert... Így van. Én az élet. <laughs> Egyébként jól mondja Peti, hogy ha minden beállítást akarját, akarnátok szerkeszteni, akkor a olyan lenne, mint az AVS-nek a igen, felülete, igen. mert az is olyan, hogy így. Igen, és most fél, hogy jönnek vesztek, hogy rakjuk bele ezt is, mert rakjuk bele azt is. Most éppen jegelek egyet, amíg, hát nem tudom, még meg fogom mondani, hogy hát figyelj, ezt nem fog belekerülni, ne haragudj, ezt jó gondolat, de nem. Mm. Még jó, hogy nem fejlesztettél el, mert az, az meg végképp uh, duplán rosszul érzed magad. Ja, igen, igen, igen. Elvileg. Itt van, hogy az API service indult. Na, ne ugrálj. Meg a products. És nincsen benne a greeter. Mondjuk, hogy ez miért nem fut. Aha, kilőtte. Hát minden deploy után sajnos megszakad a portforvált. Uh -huh. Igen, és látszik a gritter, amit az előbb nyomkodtam, az már nincs itt. Aha. Jó, tehát akkor én is, hogyha be tudok nyúlni, most nyilván ezt megtudtam a felületről is, de vannak itt, tehát bármilyen Aha. beállítást, nemcsátos beállítást beírok, akkor akkor minden további nélkül tud. Így van. Diplojolódni, szuper kicsit rá, rá hogy mindent. Szerintem most, most volt a crash. Nyom meg még egyszer. Érdekes. 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 Hogyha <laughs> nyomsz egy get akkor megnézzük, hogy, hogy fut-e már a gimlet, vagy mi a helyzet. Crash back off. Aha. Crash Nem tud. Én szerintem föl fog ő állni, de valamiért. Na és akkor most, hogyha megy a tehát három Tehát háromszor restartolt alatt a demó alatt. Belefér, simán jó. Oké, okay. és igen itt vagy. Igen. Jó, hát ugye a titkokhoz is bele lehet rakni. Csak nézem, mi az, amit kihagytam. Mm -hmm. Volumes, most nem kell. az ingresshez ahhoz kellene domént is, meg mindent konfigurálgatni. Igen. Most szerintem az, nem menjünk bele. Én szerintem megcélozhatjuk legközelebbi alkalomra, mert uh, ugye van uh, vannak ilyen ingyenes DNS szolgáltatók, ahol uh -huh. igazából nem kell saját domain. Uh -huh. Jó. A lépőket lehet. Namespace, az itt van fent. Aha. Aha. És... Tehát, hogyha megadok több namespace-t, de akkor nekem kell beírni, tehát nincs a meg ilyesmi, hogy kiválasztom nincs, egy meglévő... Nincs, hmm. nincs. Van bízva, hogy uh -huh, ne el. Igen. Ha, és akkor itt meg folyamatosan írja, hogy a logot, hogy mi a helyzet. Igen, ezek, ez, a, ezek egy a szinkronizációsnak a státusza. Uh -huh. Amikor vibráltotta a running, meg terminating, meg container creating, akkor itt a lenti csíkon is egyébként voltak sárgák, hogy most éppen történik valami. Uh -huh. És közben mindig itt van, hogy lássuk, hogy működik-e vagy Aha. -e. És Aha. Akkor Az appok -ok azok, ugye az appok, -ok, ami most uh -huh. a gimlet faktori van, az infra, meg a maga a gimlet, meg a Kubernetes. É, igen, meg majd az Ingress Controller, meg amit csak szeretnénk. Uh -huh. Jó, hát szerintem elsőre ez így. Szerintem mit hagyjuk abba? <laughs> volt. Igen, igen. Így van. <laughs> Három, keresztül. <klességet>. Így van. Esetleg logokat átküldteted majd offline, mert érdekel, érdekel hogy mi történt. <laughs> Jó, esetleg megmutatnád, hol találom a logokat. <laughs> Figyelj, <A> konténerbe gondolom, <laughs> írja. Igen, tehát ez a, ez a CubeCTL logs. É, mondjuk ez nem mutatja a legutolsó logokat, szóval most eltekintünk ettől, jó, és akkor uh -huh. megpróbáljuk közben kitalálni, hogy mi is történt. Jó, jó, hát küldöm. Na, hát ö, szerintem tök jó volt. Tök jó volt. Szerintem adta magát a dolog, tehát ö, intuitív volt, egy-két egy dolgot, amiről így beszéltünk, hogy nem tudtam hirtelen a deploy, tehát hogy az nem hmm. volt uh, ugye egyértelmű, uh, de nyilván, amikor már az ember nem az első csinálja, akkor, akkor, akkor már tudni fogja. Itt ez hmm. itt mutatja is, hogy mikor volt uh, igen. Elhalás. Ja, igen, akkor nem csak igen. Egy, egy, csík, hanem igen, ez. mutatja az, hogy így van, jön, így van. A... Szuper. Jó, szerintem tuti kis túl. Megpróbálom összeszedni majd azt, hogy pontosan mit csináltunk, uh -huh. hogyha valaki visszanézi ezt a videót, akkor tudja magánál reprodukálni ezt az egészet. Valószínűleg fogja tudni, mert, mert szerintem nekünk se volt semmilyen húda nagy. Tehát amikor így beszéltünk róla, hogy nagyon on the fly szaladunk bele ebbe az egész kollabba uh, akkor azért féltem tőle, hogy lesznek ilyen... Na ez akkor mi? Az, hogy az elején kellett update, az semmi. a mm. semmiség, mm -hmm. szerintem. Egyébként tök jól ment a demo, nyilván ez azért, mert tök jó kis túlt raktok össze. Úgyhogy ö, köszi. Nem tudom, hogy ö, következőnek valami Nézzünk meg még valami expertebb dolgot. Tudsz valamit e, figyel, hozni? Ami... En, en, engem az ingressz érdekel, meg a domain meg hogy hogy lesz HTTPS-ed, meg, meg hogy fut ez egy igazi klaszteren. Szerintem ez érdekes lehet. Hm. Grafánába átugorhatunk, meg Prometheus, meg ugye úgy láttam ennek az apnak ugye van Prometheus endpointja, tehát metrikákat és hasonlókat. Szerintem az még így hozzátartozik, így az fejlesztői oldalról is érdekes lehet. Aztán Hát meg ez már a nehezebb része, már mint hogy oké, okay, el tudsz indítani valamit így lokálba, stb., de az, hogy például legyen null balanszer előtte, meg HTTP, stb., stb., ott már általában googlizgatni kell. Figyelj, én... alapvetően szerintem, hogyha csinálunk egy streamet arról, akkor az élmény lehet hat hasonlóan gyors, mert azért egyrészt csináltam már jó sokszor, meg szerintem egy picit készülünk majd arra. Uh -huh. Hogy milyen cloudba, meg igen, meg, meg hogy milyen DNS szolgáltató, meg hogy, meg hogy. hogy, És hogyha ezt átgondoljuk egy 5 perc alatt, vagy 15, akkor szerintem lehet hasonló élménye tényleg így a, így a stream nézőknek, hogy összeraktuk. Uh -huh. um, igen. Jó. Hát akkor legyen ez. De jó, jó. Tehát a, a core gimlet az ennyi, még ugye nem láttad azt, hogy hogy lehet infrastruktúra komponenseket felrakni, az akkor a következőben benne lesz, és uh -huh. akkor bekonfiguráljuk az ingreszt meg, metikákat meg. Esetleg olyat is csinálhatunk, hogy mondjuk berakjuk az autorizáció mögé a, a kis appodat, tehát gondolom nincs beépítve egy egy login screen, de mondjuk berakhatjuk mondjuk basic out mögé, vagy akár egy OAuthos autos uh, proxy mögé. Jó, jó. Az király, az király lenne. Jó van. Szuper. Csütörtökön kilencig tudunk lenni. Jó. Hát kb. annyi időnk lesz, mint most, mert nekem utána el kell menni. De utána még van egy alkalom, hogyha nem érnénk végére csütörtökön. Úgyhogy ez így jól hangzik. Jó, akkor szerintem mára legyen ennyi. Szerintem ez így most kerek volt hogy az alapokat így átnéztük, meg kipróbáltuk uh -huh. meg. Szerintem így azért átjött, hogy miről szól a dolog. Nem tudom, hogy aki még nem csinált éneket, vagy nem nagyon van ott a, a Kubernetes-ben, Dockerben, aznak mennyire lesz érthető, hogy mit csináltunk pontosan. Uh -huh. uh, szerintem nagyjából itt a társágnak érthető volt, meg tök jókat kérdeztek is, tehát szerintem azért uh -huh. olyan emberek voltak itt, akik értették, hogy mit csinálunk. Ha meg nem, akkor, akkor meg mazoisták, hogy ezt végighallgatták. Uh -huh. Úgyhogy fel fog kerülni majd, ö, szerintem majd egybe, a, hogyha végmentünk YouTube-ra, és akkor ott majd össze lesz az, hogy milyen parancsokkal, milyen verzióval, mm. akkor ezt a gimletes repozitorit lehet használni, ö, mm. vagy forkolni, hogyha valaki szeretné, és akkor ki mm. lehet próbálgatni. Mert itt ö, NK írt, hogy ő elkezdte magánál, csak valami nem volt jó, aztán ö, lemaradt. Úgyhogy mm. vannak szerintem, akik ki akarják ezt próbálni lokálisan. Én nagyon szívesen Discordon aktív leszek, tehát hogyha valaki tényleg elakad, én, én, én nagyon szívesen segítek. Viszont rengeteg csatornátok van, nem tudom, hogy melyikben legyek aktív. Ö, csinálok, csinálok neki egy jó. csatornát, jó? És akkor oda betegellek, és látni fogod. Oké, okay, szuper. Ez, 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 ezzel már szembesültünk ezzel a problémával, hogy elvesznek az új, új tagok. Oké. Okay. Nem mondtam... De láttátok a csetem van egy nyereményjátékunk, és hát nem is nyereményjátékunk, hanem egy bétateszttel is fogunk itt csinálni a közösségen belül. Szerintem, akit érdekelt, az, az már rákattintott. Ha nem, akkor tekeljetek vissza a csetbe. Van Youtube-on egy videó. Ott összefoglaltam, hogy hogy meg mint néz ki, jövő évele én lenne a sorsolás. Az egyik ügyfelünk alkalmazását kellene megnyomogatni, és utána csinálunk egy sorsolást, ahol majd mindenféle jó cuccot lehet nyerni. Itt a link. Viszont, amit még akartam, csak mielőtt még a, a Gimlet Discordját berakom, előtt mondom, egy kicsit promózom a saját cuccunkat is, ez pedig a, a Gimletnek a Discordja, tehát ott is, hogyha valakit jobban érdekel a dolog, akkor szétnézhet, de csinálok majd akkor nálunk egy szobát erre, és akkor, hogyha valakinek ott van kérdése, akkor fel tudja tenni és pedig is te is fogod látni. Szuper, köszi szépen. Jó. Na, Na hát akkor jó munkát mindenkinek, csütörtökön érkezünk a civil, és akkor folytatjuk ödvenzt dolgokkal már. Király. Köszönjük a figyelmet, sziasztok. Köszönjük, sziasztok, hello. Ley lines, got me on the main lines. I'm the main figure with the main sign. Whole squad down for me, that's that naturally. You can't crown the beast. They might blast at me, that's that blast for me. They stop backs for me.